Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. Összeült a képviselőtestület Bátaszéken. Mit kell tudni az április 3-ai választásról? Bemutatjuk Ramonát, aki már gyerekkorában tudta, hogy gyöngyfűzéssel kell foglalkoznia. Alakul a jövő kosárlabdázó csapata. Több 100 milliós fejlesztéseket terveznek Bátaszékre. A március 16-án tartott képviselőtestületi ülés egyik fő témája a TOP plusz támogatás voltak. A találkozón a településkép szabályozásának enyhítéséről és a jubiláló testvértelepülési kapcsolatok megünnepléséről is szó esett. Egy héttel korábban tartotta meg rendes ülését a Bátaszéki képviselőtestület a közelgő választások miatt. Több mint 20 napi rendi pontot tárgyaltak meg. Azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk a TOP plusz pályázatoknak az előkészítése volt. E tekintetben is több témában hoztunk döntést. Ugye a képviselőtestület néhány hónappal korábban első helyre rangsorolta az idősek nappali ellátását biztosító új épületnek a létrehozását. Erre vonatkozóan korábban megbíztunk egy tervezőt a megalapozó dokumentumnak az elkészítésére, amelyet elkészített és be is terjesztettünk a képviselőtestület ülé. Igen élénk vita alakult ki napirend kapcsán, hiszen a mostani árak figyelembevételével a tervezői költségbecslése ennek az épületnek mintegy 650 millió forintra prognosztizálható. Ugye a pályázati lehetőség alapján 400 millió forint az a maximálisan elnyerhető összeg, amely rendelkezésre állhatna egy sikeres pályázat esetén. A vita abban alakult ki, hogy a Fidesz frakció részéről a szakmai program átgondolását fogalmazták meg, nevezetesen, hogy esetleg csökkentsük az ellátottaknak a számát, és úgy alakítsuk ki az új műszaki tartalmú épületet. Hát meglátjuk, most a tervezővel újból fölvesszük a kapcsolatot, megnézzük, hogy hogyan lehet még a műszaki tartalmat úgy csökkenteni, hogy a mi elképzelésünk szerint továbbiakban is legalább 30 nappali ellátásban részesülő idősnek és 10 demens ellátásban részesülő idősnek az ellátását tudjuk ebben a korszerű épületben majd biztosítani. A képviselőtestület abban már régebben megállapodott, hogy az új épületet is a Vörösmarty utcában szeretnék létrehozni. A meglévő épületnek a lebontásával, mellette lévő területeknek a megvásárlásával, ahol mintegy 650-700 négyzetméter alapterületű új épület kerülne létrehozásra. A vita abban is volt, illetve nézetkülönbség, hogy több képviselő azt mondta, hogy úgymond a gombhoz varjuk a kabátot. Tehát ha 400 millió forint áll rendelkezésre, akkor ennek megfelelő műszaki tartalmat próbáljunk kialakítani. Nekünk az a szakmai álláspontunk, hogy ekkora összegből jelen építőipari árak mellett egy olyan létesítményt, ami a 21. századi kor színvonalának megfelel, és az általán említett közel 40 embernek a gondozását tudja biztosítani, nem lehet megvalósítani. De majd a szakma természetesen erre megadja a megfelelő választ. Azonban egyéb fejlesztéseket is terveznek a városban a TOP plusz segítségével. A belterületi utak pályázathoz kapcsolódóan megbízunk tervezőt, hogy készítse elő a pályázat benyújtásához a szakmai anyagokat. A volt és korábban rekultivált hulladéklerakó kapcsán kell még egy munkafázist megvalósítsunk, erre is megbíztunk tervezőt, hogy ezt készítse elő, melyet szintén a TOP pluszban szeretnénk majd megpályázni. Van egy illegális hulladéklerakunk, amelynek a felszámolásához szeretnénk TOP pluszban pénzt elnyerni. Ide is kellett egy tervezőt megbízni, hogy ezt is elő tudjuk megfelelően készíteni. Illetve az idő a városi óvoda keretein belül működő konyha pályázatunknak az előkészítésére is megbíztunk egy tervező csapatot. Ezek az anyagok rövid határidőn belül el fognak készülni annak érdekében, hogy minél több forrást tudjunk Bátaszékre hozni ezeknek a feladatainak a finanszírozására. A településképi szabályozásról is tárgyaltak a képviselők a testületi ülésen, és arra jutottak, hogy ha a lakossági kezdeményezési eljárás is jóvá hagyja, akkor módosítják a településképi rendeletet. Az elmúlt időszakban érzékelhető volt, hogy a település lakossága a kerítések, illetve a kapuk készítésében már másfajta anyagokkal dolgozik,
tekintettel arra, hogy olcsó és esztétikus, nevezetesen gyakorlatilag azok a trapézlemezek, amelyek most már kereskedelmi forgalomban is találhatók. A településképi rendeletünk eddig tiltotta ezeknek az anyagoknak a használatát. Most a módosítással olyan elképzelésünk lenne, hogy az építészeti szempontból védendő városrészek tekintetében továbbiakban sem engednénk meg ezt a fajta anyaghasználatot. Kossuth Lajos utca, Budai utca, Szent István tér, Szabadság utca, hiszen ezek olyan építészeti elemeket tartalmaznak, amelyek hosszú évszázadok óta alakultak ki, amelyeket továbbiakban is védeni lenne célszerű, míg a város további egyéb részén gyakorlatilag lehet majd ezeket az anyagokat használni, illetve egy kicsit lazítanánk azon a szabályon is, hogy milyen cseréphéjazatot lehet használni, és milyen épület elemekre a város központi részén. Itt is továbbiakban is azt tartanánk célszerűnek, hogy az építészeti stílus megtartása érdekében elsősorban vörös árnyalatú cserepet használjanak majd az építetők, de ezeket a cserepeket csak olyan homlokzati elemeken kell majd használni, ami utcáról látható. Minden olyan épületrészen, ami a telken belül már nem látható utcáról, ott már kedvezőbb és más anyaghasználatra is lesz lehetőség, pont azért, hogy a költségeket lehessen ilyen értelemben egy átépítésnél megfelelő módon kezelni. Ezek a szabályozások is csak a védett városrészre érvényesek. A település más területein bármilyen tető felhelyezhető az ingatlanokra. A testületi ülésen szóba került a jubiláló testvértelepülési kapcsolatok méltó megünneplése is. Kisebb mértékben, de egy szüreti programot is szerettünk volna szervezni, aminek meglettek volna a hagyományos elemei, nevezetesen gézanapi felvonulás, szüreti felvonulás, helyi társcsoportoknak a fellépése, de szerettünk volna gyakorlatilag egy olyan programelemet is beleépíteni a napba, ami egy kicsit könnyedebb szórakozásra is lehetőséget adott volna a bátaszékiek számára. A képviselőtestület végül is úgy döntött, hogy konkrétan a települési partnerségi program megünneplésére adja meg a lehetőséget, ami azt jelenti, hogy pénteken ünnepi testületi ülés, protokollális események, amelyek ezt az ünnepet megünneplik és megerősítik a testvértelepülési kapcsolatot, majd szombaton szüreti és gézanapi felvonulással és helyi csoportok részvételével egy minimális szabadtéri program kerül megrendezésre, és ehhez biztosította a megfelelő fedezetet. Ami azonban már biztos, hogy a 6. bátaszéki bornapokat nem tartják meg, mert az orosz-ukrán konfliktusra hivatkozva nem támogatta a képviselőtestület a megrendezését. Április 3-án nem csak az országos és egyéni listára szavazhatnak a választópolgárok, de népszavazásra is lesz lehetőség a szavazókörökben. Az idei évet a koronavírus is nehezíti, de mindenre van megoldás. Ezeket a tudnivalókat mondta el stábunknak bátaszéki jegyzője. Közeledik a választás időpontja. A bátaszékiek 5 helyszínen adhatják le voksaikat április 3-án. Minden bizottságban 3 fő választottak, és 4 vagy 5 fő megbízottak fog közreműködni. Ez azt jelenti, hogy szép számban fog működni mindegyik bizottság, és ez azt is eredményezi, hogy a munkát jól meg fogják tudni szervezni. És ez most azért nagyon fontos, mert nem csak az országos, tehát az országgyűlési képviselőválasztás lesz, hanem egyben országos népszavazás is. A választópolgárok 3 szavazólapot kapnak majd a szavazás során. 2 az országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódóan, az egyéni, illetve az országos listást, emellett pedig az országos népszavazásra vonatkozó szavazólapot is. Ebből kifolyólag 2 helyen kell majd a névjegyzéket aláírniuk, és a napközbeni jelentések során a bizottság 2 számot fog felénk jelenteni. Az egyik az országgyűlési képviselőválasztáson megjelentek száma lesz, a másik pedig az országos népszavazáson résztvevők száma. Az idei évi választás nem csak a népszavazás miatt rendhagyó, bár lecsengőben van a koronavírus járvány 6. hulláma, nem tűnt el a vírus, így várhatóan gördíthet akadályokat a választópolgárok elé.
A választási iroda igyekezett minden lehetséges problémára megoldást találni. Előfordulhat, hogy egyes választópolgárok karanténba kerülnek, vagy karanténba lesznek a választás napján, nekik sem kell megijedni. Még a választás napján is van lehetőség mozgónál iránti kérelmet benyújtani. Ezt akár online is megtehetik, akkor itt a helyi választási irodába érkezik be a kérelem. Mi ezeket a kérelmeket kijuttatjuk a szavazókörökbe. Úgyhogy a Szavazatszámláló Bizottság ezeket el tudja majd bírálni a nap folyamán. Ami nagyon fontos, hogy 12 óráig. A választás napján 12 óráig érkezhetnek be a kérelmek, illetve hozzátartozó révén a szavazóhelyiségbe is el lehet juttatni. A fontos az, hogy írásbeli kérelemre tudunk csak mozgóurnát biztosítani. A mozgóurnát kivívő szavazatszámláló bizottsági tagoknak maszkot, fertőtlenítőt és gumikesztyűt adnak az egészségük megőrzése érdekében. Vannak azonban olyanok, akik nem szavazhatnak az országos listára. Nemzetiségi listára is lehet szavazni abban az esetben, hogyha nemzetiségiként regisztrált, és ennek a kiterjesztését kérte a választópolgár. Ebben az esetben az országos listára nem tud voksolni, hanem a nemzetiségi listán adhatja le a szavazatát. A névjegyzéken ennek megfelelően került feltüntetésre, vagy kerül majd feltüntetésre a neve is, abban az oszlopban kell majd a választópolgárnak aláírni a nevét. A voksokat április 3-án vasárnap az illetékes szavazókörben reggel 6 órától este 19 óráig adhatják le a választópolgárok. Fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. A sárközi viselet éke a gyöngy. A régiek egy nyakék után megmondták viselőjük lehetséges korát, családi állapotát és még azt is, milyen tehetős a család. A következőkben bemutatunk önöknek egy fiatal hölgyet, aki gyerekkora óta vonzolódott a gyöngyfűzés mesterségéhez. Ismerjék meg Góri Ramónát. Felveszek 16 szem feketét, aztán 5 darab bronzszínű gyöngyöt, majd 2 darab rózsaszínt, és a végére pedig ráteszem a csiszolt gyöngyöt, hogy díszítse. Ügyeskező ifjú hölgy Góri Ramona, aki tovább viszi a sárközi gyöngyfűző asszonyok örökségét. Már gyerekkorában magával ragadta a népi ékszerek világa, és miután az ékszerkészítés mellett a tánc is jelentős szerepet tölt be az életébe, rendszeresen viselte is ezeket a nyakdíszeket. A sárközben különleges jelentősége volt az ékszernek, hiszen nem csak a ruha ékessége volt, de kommunikáltak vele. Viselője sok mindent elárult vele önmagáról annak, aki dekódolni tudta az üzenetet. Mára elvesztette ezt a fajta jelentőségét, viszont divatból, ma is talán újra elmondható, hogy megjelent az öltözködésben. Hát igazából én már gyerekkorom óta benne vagyok ebben az egészben, nem tudok belőle kijönni, de 2019 óta fűzök komolyabban gyöngyöt. Azóta foglalkozom vele elég erősen. Minden napjaimat képezi a gyöngyfűzés. Alsonyéken táncolok, és szívemből szól ez az egész, hogy kötelességem ezt csinálni. Tanítani az embereket, illetve továbbvinni a kultúrát, hogy megmaradjon. Ramona a népi ékszerkészítés avatott mesterétől, Decsik és Máriától tanulta a szakma rejtelmeit. De az, hogy megtalálta magának az ékszerek elkészítését, nem volt előzmények nélküli. Mindig is szerettem mütyürözni, vartam előtte, szakkörökre jártam, kézműves szakkörökre, és ott is tanultunk gyöngyfűzést, és szerintem már ott megragadt. Tudom, maga a színek attól függ, hogy mihez hordja az ember, de maga az, hogy hordunk mai nap is hétköznapi viselethez, hétköznapi ruhákhoz régi dolgokat, és ez az egész. Én szeretem hordani, szeretem az ékszereket, nő vagyok, és ezért is. Meg hát továbbadni, hogyha kisebbek látják, hogy hordom, akkor lehet, hogy megkérdezik, hogy mi van a nyakamban, és akkor el tudom mondani, hogy ez micsoda. Azt meséli, naponta 1-2 órát foglalkozik gyöngyfűzéssel, ami azt is jelenti, hogy bőven van a fiókban mit felvenni. Ramon nem csak öncélúan vagy üzleti alapon készíti remekeit, rendszeresen tanítja a kisebbeket is a mesterfogásra. Népi mintákat tanítok,
hogyha a szakkör van, vagy a népi foglalkozás gyerekeknek. Régen megvoltak a tipikus hagyományos színek, mert nem is volt akkor még olyan nagy választék a gyöngyökben, és ma azt hívjuk hagyományosnak, amit ők ugye régen fűztek, de például ez is egy modern. Modernnek mondják, mert a színei nem azok az eredeti színek. Modern ékszereket én nem fűzök, én a hagyományost próbálom modernizálni, így átalakítani, hogy hordható legyen. Nem csak a színek változtak az évtizedek, vagy lassan egy évszázad alatt, a viselési szokások is modernizálódtak. Hát most már szerintem az idősebb korosztály is felhúzza a világosabb, harsányabb színeket, mert régen ugye az volt, hogy néha, hogy ahogy idősödött a hölgy, úgy sötétedett a ruházata, az ékszer, minden, és később már el is hagyta az ékszert, tehát nem is hordott ékszert az idősasszony. Már minden magukra hallgatnak az emberek. Igen. Minél díszesebb szeretne mindenki lenni, de a hagyományőrzésben odafigyelnek rá, hogy hiteleset adjanak az embereknek, hogy hitelesek legyenek. Ma már a divat vagy éppenséggel ízlés igazából. Régen ugye a tehetősebbeknek voltak ékszerei. Szegényebbeknek nem volt rá pénzük, hogy megfűzessék, hogy éppen ők megvegyék hozzá az alapanyagot. Most éppen éljük ezt a kort, hogy a folk hordható. Embere válogatja, hogy kinek mi tetszik, de én szoktam, hogyha én valakinek csinálok, akkor megnézem, hogy mihez szeretné, és mit ajánlok én hozzá, hogy mi az, amit illik, és mi az, amit nem. Én tartom magam ehhez, nem szeretem, amikor sok valami. És hogyha megfogadják a tanácsom, akkor megfogadják, ha nem, akkor nem, mert most nem. Én döntöm el, hogy ők mit szeretnének, mit hordjanak. De általában hallgatnak rám, mert látják, hogy értem, hogy mit kell, és mit szabad, és mit nem. Páratlan sikert ért el a bátaszéki iskolás kosárlabda csapat a Diák Olimpián. Pongsár Szilvia vezetőedző nagyon büszke tanítványaira, hiszen a lányokból álló együttesével menetelt egészen a megyei döntőig. A városban eddig is kiemelt szerepe volt a sportágnak, és látva a jövő nemzedék sikerét, bátran állíthatjuk, megvan az utánpótlás bázis a következő évek sikeréhez. Folytatódik a felkészülés a bátaszéki oroszlánoknál. A Diákolimpián elért sikeres szereplés ellenére sem csökken a lendület, már is a következő kihívásra koncentrál Pomsár Szilvia csapata, aki elmondta, hogy nagyon örül anyja, hogy lánycsapattal tudott indulni, de nem csügged amiatt, hogy az országos Diákolimpiára nem jutottak ki. Diákolimpián voltunk. A harmadik korcsoportos lányokkal vettünk részt. Nagyon örülök, mert lányokkal még nem tudtam indulni általános iskolában, eddig csak fiúkkal voltunk. Most viszont összejött annyi lány, hogy igazából tudtunk egy városkörnyéki mérkőzést játszani Zomben, és a megyei Diák Olimpián pedig Szekszárdon. Zomben sikere jártunk, ott nyertünk, a szexárdiak ellen viszont kikaptunk, így sajnos az országos Diákolimpiára nem jutottunk tovább, de én nagyon örülök ennek a sikernek is, mert igazából ez a harmadik korcsoport, ez 2009-2010-es születésű lányok, és igazából nem voltunk meg pontosan ebben a korosztályban ennyien, de én kisebbekkel ki tudtam pótolni, tehát ők feljátszhattak. Úgyhogy nagyon örülök és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy részt tudtunk venni, el tudtunk indulni. Főként, hogy így a megyébe igazából sok csapat nem tudott kiállni ebben a korosztályban. Hozzátette, nagyon fontos, hogy már kiskorban megszerettessük a sportágat a gyerekekkel, hiszen az egészség számára is nélkülözhetetlen a testmozgás.
egy elhivatott edző pedig sokat segíthet ebben. Én azt gondolom, hogy Bátaszéken viszonylag azért elég sok lány is és fiú is kosárlabdázik. Idén óvodában is elég nagy létszámban tudtunk gyerekeket így halászni, meríteni. Nagyon fontos az edző személye szerintem. Mindegyikünk nagyon szereti a kosárlabdát, nagyon elfogultak vagyunk a sport iránt, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, megszerettetni, megismertetni magát a játékot, a kosárlabdát a gyerekekkel, ez a célunk, és hát, hogy későbbiekben pedig játékosok, sportolókká váljanak. A felkészüléshez hozzátartozik, hogy a labdás gyakorlatokon kívül átbeszéljék az aktuális ellenfél játékát érintő dolgokat, habár a taktika egyenlőre még nem kap fontos szerepet a játékban. Igazából nekünk minden edzésen megvan a menete, az, hogy hogy van felépítve egy edzés. Mindig én azt szerint haladok, hogy minden edzésen nyilván valahol többet vezetünk labdát, többet védekezünk, vagy többet erősítünk. És a mérkőzések előtt nyilván egy kicsit több az olyan technikai elem, vagy a náluk még taktika nyilván nincs, de azért kicsit fejben megbeszéljük, hogy hogyan kell az ellenfél ellen játszani, vagy hogyan kell maga a mérkőzésen bizonyos elemekben részt venni. Tehát már ők pontosan tudják azt, hogy kidobja be oldalról, alapról, ismerik a játék menetét, tudják azt, hogy állunk be büntetőre. Tehát már olyan dolgokat, amiket már nem kell azért kívülről segíteni, csak magát a játékot kísérem én is végig, és azt próbálom segíteni nekik. A jövő évi kihívásokat tekintve sikeres szereplést remél a Diákolimpián, és bízik abban, hogy minél több korosztály tud majd a bajnokságokban is elindulni. A Diákolimpiák mindenképpen kihívások a jövő évben, minél több korosztályban szeretnénk, és hát fiúkkal is, és lányokkal is. Az egyesületen belül, mert ugye ez egy iskolai rendezvény vagy szervezés, egyébként szeretném Schraubinger Szilvia testnevelő tanárnak is a munkáját megköszönni. Ő is segített azért a nevezésekben, az utazásban, hogy el tudjunk indulni, de mi, mint egyesületen belül, nekünk nyilván több célunk van. A bajnokságokban minden egyes korosztályt tudjunk szerepeltetni, ez a legfontosabb, és hát nyilván minél több gyerek kosárlabdázom Bátaszéken. Valamint elárulta, hogyan ismerkednek meg a mai gyerekek a sportákkal. Én olyan vagyok egyébként, hogy ha látok gyerekeket, legyen a játszótéren, vagy a munkahelyemen, egyébként én szeretek nekik szólni, ha már látok egy magasabbat, vagy aki gyorsabb, vagy akit csak így ismerek az ismeretségi körömből, de nálunk több testvér is van, tehát hogy a testvér látja azt, hogy a nagyobb vagy a kisebb kosarazik már, akkor ő is szeretne. Mindenképp fontos, hogy az óvodában, hogyha már látják és ismerkednek ezzel a sportággal, akkor iskolában, első osztályban már valószínűleg lehetőség, nagyobb esély van arra, hogy kosárlabdát választ, és akkor ehhez a sportághoz csatlakozik. Bomsár Anna, a csapatjátékosa pedig elmondta nekünk, hogy mi az a gyakorlat, amit nagyon kedvel, és mi az, amit kevésbé szeret. A futást, azt nagyon nem. De igazából, hogyha labdás feladat van, és úgy van mondjuk zicserek, azokat szeretem, de csak így simán futni, az nagyon nem. Hát igazából, amik ilyen cselezős feladatok, vagy ilyen át kell így cselezni a zsámolyok között, vagy ilyenek, ezeket szeretem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!